Többek közt pénzügyi szempontból is jól működik a város és az intézmények. Nagyon fontos az, hogy elfogadtuk az önkormányzat tavalyi évi zárszámadását, és mi ezt tudtuk folyamatosan, hiszen nyomon követtük a költségvetés módosításakor, illetve azon túl is a teljesüléseket, de nagy öröm számunkra az, hogy az önkormányzat működése a tavalyi évben is stabil volt, és nagyon-nagyon biztonságosan működött az önkormányzat. Ennek több oka is van. Az állami normatíva az kicsit jobban teljesült a számítottnál, tehát én azt gondolom, hogy már nagyon régóta benne vagyok ebben a rendszerben, és hogy évről évre folyamatosan nő az állam átadott pénzeszköze, tehát az, amit mi a feladataink ellátására kapunk, az nyilván nem fedezi teljesen a kiadásainkat, de ez folyamatosan növekvő tendenciát mutat, és az adóbevételeink is, tehát a közhatalmi bevételeink is pozitív képet mutatnak, tehát akár az iparűzési adó sokkal magasabb szinten teljesült, mint amire korábban számítottunk. Ennek oka nyilván az is, hogy jól működnek azok a cégek, akik itt vannak a városban, a nagyok is és a kicsik is, és oka nem kell, hogy álságosak legyünk, oka nyilván az infláció is, a tavalyi magas infláció. És egyébként oka az iparűzési adó növekménynek az is, hogy az ezt megelőző években ugye a kisvállalkozások, kis és középvállalkozások az iparűzési adójukat csak a felét fizették be, és ezt utána számunkra a NAV támogatásként átadta. Tehát, hogy csak azt szeretném mondani, biztonságosan működünk, köszönjük szépen. Újra elindult egy nevelési év. Sajnos csökkenteni kellett egyel az óvodai csoportok létszámát. Elkészültek parkolók, és a jövőben még létrejön ehhez hasonló fejlesztés. 16 óvodai csoport létszámmal működik tovább az óvoda. Természetesen azokon a telephelyeken, amik már jól megszokottak, tehát Mözsön és Tolnán összesen 5 óvodai telephelyen fog a következő tanév megindulni 16 csoportban. Több fontos fejlesztés is van ebben az évben, és ebből néhányat szeretnék felsorolni, amik az elmúlt évben, illetve az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban kerültek átadásra. Ilyen például a Mözsi óvoda előtti parkoló, ami már egy nagyon-nagyon régi tartozása a városnak, de tekintettel arra, hogy egy magyar állami úton fekszik, tehát a Szent István utcának az útja az nem az önkormányzat tulajdonában van, hanem állami út, így mindenféle engedélyeket kellett kérnünk, de végre elkészült a Zöldkert óvoda előtti parkoló, és folyamatban van a Pittypang óvoda, illetve a bölcsőde előtti parkoló megépítése. Hát én nagyon bízom abban, hogy ennek a tanévnek, nevezzük tanévnek, bár a bölcsődében nyilván nincs tanév, tehát hogy még a hosszú szünet előtt az óvodába járó szülők igénybe tudják venni a parkolót az óvoda előtt. Ez a Bartók Béla utcában lévő egymás melletti épületről beszélek, és itt jelentős számú parkoló kialakításáról döntöttünk, és már a kivitelezés folyik. Ez tartalmazza a csapadékvíz elvezetést is nyilván, hiszen a mostani időszakban kevesebb szer, de annál nagyobb mennyiségű csapadék esik a városban, és nagyon sok helyen probléma a csapadékvíz elvezetése, és éppen ez miatt döntöttünk például a Táncsics utcának is a csapadékvíz elvezetéséről, ami még ennek a hónapnak a végén meg fog kezdődni, tehát megvan a kivitelező, és hamarosan kezdődik ez a beruházás is. Régóta várnak az uszodában egy szauna beüzemelésére, végre ez is megvalósult. Már korábban vásároltunk egy szaunát, de aztán az üzemeltető sportközpontok nem találta azt megfelelőnek, úgyhogy most akkor azt a szaunát eladtuk, és vásároltunk egy másikat, és én nagyon bízom abban, hogy akár már ennek a műsornak a nézése után mehetnek szaunázni a tolnai tanúszodába az érdeklődők.
és hogy még egy fontos fejlesztést említsek, amiben szintén jelentős összeget biztosított az önkormányzat, az a Dunaparton a kajakház mellett egy vizitúra bérlőpont kialakítása. Ez egy 60 millió forintos beruházás, aminek jelentős részét a Magyar Kajakkenu Szövetség biztosította. Tehát ők 50 millió forintot adtak, mi pedig 10 millió forinttal járultunk hozzá ennek az épületnek a kialakításához, és